Hétfőn, késő délután itt a megyeháza előtti téren felállított sátornál gyülekeztek az autisták, szüleik, tanáraik és barátaik, hogy április 2-án az autizmus világnapján közösen tegyenek egy túrát a belvárosi utcákban. A menetet Földingné Nagy Judit maratonista vezette, a kék sétára keresztelt felhíváson pedig a Mindszentpusztai Autista Otthon és a Nyúli Márton lakóotthon növendékei is képviseltették magukat. A szervezők szerint fontos, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a sérültek nagyobb gondoskodást, odafigyelést igényelnek. Főleg az oktatásban, illetve a munkában történő elhelyezkedésükben látjuk alapvetően a problémát, és ebben azt gondolom, ez a figyelemfelkeltő rendezvény sokat segíthet, hogy az a sok információ, amivel itt szolgálunk, eljuthat az érintett szülőkhöz, az érintett körhöz, a szakmához, az egyszerű érdeklődő emberhez, és ezzel talán segíthetjük ezt az ügyet. A törődése az elfogadás jelentő. Az érintett szülők is nagy hangsúlyt fektetnek, szerintük sem egyszerű a beilleszkedés a közösségekbe. Mi nálunk elég pici még Bence, ő 2,5 éves, és hát most már több mint egy éve ismerték föl nála az autizmust, mint állapotot. Mi most kerülünk be óvodába, de itt az óvodába elhelyezésnél már látjuk azt, hogy micsoda küzdelem lesz ez egészen addig, amíg remélhetőleg ő beilleszkedik a modern társadalomba. Az autizmus világnapjához idén 22 ország csatlakozott, mégpedig úgy, hogy a 4 éve az autizmus jelképévé nyilvánított kék színnel ismert épületeket világítottak ki ezen a napon. Így a sétát követően az Eiffel-toronyhoz, a Big Benhez, vagy éppen a Kolosseumhoz hasonlóan a győri városháza díszkivilágítása is kékben pompázott.